szülőknek pedig a bronzlevélkék átadása következik. Arra kérem önöket, hogy amikor meghallják gyermekük nevét, fáradjanak ki és vegyék át személyesen a bronzlevélke másolatát miniszterelnök úrtól és polgármesterektől. Hello, Bertalan! Sok boldogságot kívánok neked! Köszönjük szépen! Hogy vagy szívem? Nóri Kám, parancsolj! Kurusz Barnabás! Barnabás, te volnál? Akkor ez a kiért! Jó neked látni! Sok boldogságot kívánok! Barnabás, akkor ez a kiért? Igen! És Laura! Sok boldogságot kívánok! Ármin, milyen szép neved van! Parancsolj! Szívem, parancsolj! Köszönjük szépen! Sok boldogságot kívánok neked! Nagyon ajándékot! Köszönjük szépen! Köszönöm! Sok boldogságot kívánok neked! Szegusz Attila, hogy vagy szívem? Én nem mondom. Ennek sem érdekes. Pusztán Petra. Ez a tiéd szívem. Sok boldogságot kívánok neked. Nagyon. Sok boldogságot kívánok. Kukucs. Rizka, mint a pár. Sokat szeretettel. Sok boldogságot kívánok. Ezt tudja a Márton. 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 Jaj. Ilyen szép szemlődik. Szent kívánok neked. Hallám. Mit van neked? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2006-ban a magyar cukorkvóta 75%-át az akkori vezetők visszaadták Brüsszelnek. Összehasonlításként, hiszen akkor egy nagy átalakulás zajlott, más nagy cukortermeléssel rendelkező országok a maguk kvótájának csak 15-20%-át adták vissza, és nem a 75-öt, mint ahogy ezt mi tettük. Magyarország érdeke akkor éppen az lett volna, hogy bővíthesse a termését, a termelését egy kvótával szabályozott uniós piacon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mára egyetlen működő cukorgyárunk maradt, a kaposvári, amelynek éves termelése a fennmaradt kvótának felel meg. Ez a Siló reményeim szerint a 21. századi magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar szimbóluma is lesz. Ez az új Siló, ennek, amikor fölfújtuk, akkor utáltuk egy csomó újságírót és gyémet. És az meg egy ülepítő tó, vagy mi az ott? Az egy hűtőtó, az tiszta víz, és ott a ugyanis a nagy mennyiségű hőt, amit befektetünk, azt vissza is kell hűteni.